A 2 éve októberben megválasztott Szöllősi Kristóf mandátuma hamarosan lejár, Szolnok diáksága így új polgármestert választ. Hárman pályáznak a pozícióra, egyikük a Varga Katalin gimnázium tanulója Horváth Katavirág. Programjában szerepel többek között önkéntes akciók szervezése, a város színesítése, a diákok közötti jó kapcsolat erősítése és az intézmények közötti rivalizálás felszámolása. A jelölt tervei között szerepel egy szereld magad pont létrehozása, ahol a magukat megmakacsoló drótszamarakat lehetne javítani. Ha elromlana a kerékpárom, én nem tudnám megcsinálni, de hát apa biztos ott van, biztos ért hozzá. De mi van, ha nem lesz ott apa? Egy olyan biciklis műhelyt szeretnénk létrehozni, ahol a kerékpárosok önállóan, vagy akár szaksegítség mellett tudnák a kis paripáikat bütykölgetni, szerelgetni. Kosztyú András a Jendrasik tagintézmény diákja, korábban a Szolnoki Gyermektanács elnöke is volt. Megválasztása esetén polgármesterként kamatoztatná megszerzett tapasztalatait. Egy programot szeretnénk elindítani, amit nem biztos, hogy én, illetve a kampánystábom, illetve a diákság végig tudjuk vinni ezt a 2 év alatt, hanem a következő diákpolgármester esetleg ezt tovább tudja görgetni. A városban pár éve megkezdődött a biztonságos szórakozóhely program. Voltak bulik, igazán jók voltak, viszont úgy gondolom, hogy ezt meg kell reformálnunk. A diákságnak már 14-13 éves koruktól, 8-os koruktól kezdve igényük van most már a szórakozásra, és ezt nem olyan formában teszik, ahogy azt kéne ebben a korban. Programjában fontos szerepet kap az esélyegyenlőség és a kerekes székesek elfogadása. Stábjának egyik tagja is így éli életét. Felnőttek és gyerekek számára szerveznének programokat az ő elfogadásukért. Színesíteni a várost azzal, hogy elhagyott épületeket újra bevonna a körforgásba, és több falat is kifestetne. A jelölt úgynevezett selfie pontokat is létrehozna. Az itt készült, majd a világhálóra feltöltött fotó álláspontja szerint öregbíteni a város hírnevét. Petrovai Dorina Virág a Versegi Ferenc gimnázium tanulója. Programjában kiemelt helyet tölt be a sport és a környezetvédelem. Regnálása alatt tovább népszerűsíteni a bicikliút hálózatot, valamint ifjúsági fórumot hozna létre. Szeretnénk egy ifjúsági fórumot létrehozni. Ez a fórum azért lenne fontos, mert az összes diák, akinek van bármilyen véleménye, legyen az kritikus, vagy legyen az építő jellegű, el tudnám mondani, és ezeket bele tudnánk építeni a további tanulásba például, vagy el tudnánk juttatni az iskolákhoz, és az iskolák is tudnának ezzel foglalkozni. A diák polgármester választás október 8-án lesz, a voksanásban pedig mi is segítünk. A jelöltek ugyanis október 5-én a Szolnok TV képernyőjén egy vitaműsorban is bemutatkoznak. Az új diák polgármester október 17-én kapja majd meg a város kulcsát a megyeszékhely első emberétől, Szalai Ferenctől.